Oké, itt is vagyunk. A pápa megint tud segíteni, a szávoiak nem. Pedig a pápa is csak egy háborúban van benne. Itt sincsenek benne a franciák, és itt sincs benne a pápa, de nem, a szávoiak nem segítenek. Bullshit. Nem mondanám, hogy azokkal nyernénk, de kétszer annyi franciát mészárolnánk le, ami eléggé fontos. Kirújjuk a tanácsadónkat, mert baromi sokba kerül, és fölemelünk még egy kupac zsoldost. Ennyi volt a pénzünk, fenébe. Szávolják meg, ott áldogálnak békésen és tök nyugodtan. Ja, kapjunk pénzt, miért ne? Na most. Nem érdekel, hogy ez baromi kevés, egyesítjük őket és küldjük abba a csatába. De azt a csatát már elvesztettük mondjuk. Franciáknak mennyi tartalékuk lehet? Nem sok. Akkor még ölünk belőlük. Mondjuk ezek főleg zsoldosok, abban biztos vagyok. Meg ugye itt van egy kubac pápa erők, akikkel nem tudok harcolni. Vagy nem jönnek a szávaiak harcolni, nem értem miért. Vonuljunk vissza Altmarkig. Remélem, hogy a szövetségeseim követik a példámat. Úgy tűnik nem. Ők harcolnak. Portugáliával tudok szövetséget kötni? Nem. Házasságot igen, de ugye az galambokba kerül, és galambokra szükség van a békére, meg az ország nem kimerítésére. És most Szávoly külön harcol a pápával. Hülyeségek. Mondhatjuk három állandós regünket. Persze átengedjük a szávolyakat, nem tudom merre. Magyarország és a britek ellen, miért ne? Kamerunba parasztlázadás. Az összes Kamerunban élő svéd paraszt fellázadt. Mind a kettő. Akkor... Na azért ott csak máshol van a flotta, már megijedtem. Feldobjuk a hadsereget a flottára és visszük őket Kamerunba. Eddig a jeges medvék lázadtak, most a gorillák. Nem kéne állatokat kolonizálnom. Na. Fölveszünk még egy tábornokot. És megváltoztatjuk a dolgokat. Elkezdjük megszállni Franciaországot, annak is a magját. Irány Párizs. Veletek. Irány Champagne. Remek prestízs, nagyon örülök. Közben hadseregünk valamennyire erősödik, még vannak tartalékaink. Mit csináltak a memlukok? Ja, megtámadták őket a törökök. Az itt nem egy pillanat, hogy megtámadták a törököket, az őrültek. Szóval a spanyolok hadba kerültek a törökökkel. Moszkva esetleg ki akar ugrani? Nem, még mindig nem megy elég ideje a háború. Esetleg a pápa? Nem, nem megy elég ideje a háború. De legalább visszafoglaljuk lassacskán a gyarmatainkat. Megsemmisítettük az összes francia derőt Észak-Amerikába, mármint a jelentőseket. Ó, remek, ezek is benn vannak ellenem a háborúba. Ebbe? Nem, a pápa mellett. Azt a háborút leszarom, konkrétan. És nem akartam, hogy a toszkánok kiugorjanak a szövetségemből. Azt a plusz zsoldos reget, mitől lagulunk mind a szar? Elküldjük Champagne-ba a zsoldosaink után. Hoppá! Az osztrákok harcolnak a franciákkal? Nem csak a pávával.
De a franciák bevették a csalit, már elhívták Itáliából az egyik seregüket. Jó, nem csak egyet, oké. Az osztrákok nem tudom miért vannak itt Champagne-ban, mert nem ebbe a háborúban vannak benne, gondolom rám ültek, hogy lemazsolódjak. A fenébe azt nem láttam, hogy ott egy sereg. Talán a türingiai meg litván erők segítenek. Annyit. Úgy tűnik nem. Mohókban írok egy patrióták, de jó, megjelentjátom abba az ostromat és takarítom el a franciákat, mert akkor viszont előnyhez jutnak. Oké, franciák megtámadtak minket. Ugye az osztrákokat nem, mert ők nem ebbe a háborúba vannak benne, de azért ide jöttek poénból. Jöttek partizni. Na, védelemben viszont szétverik a franciákat most. Most nekünk is inkább védelem orientált a seregünk. És ahogy elnézem, most nem is dobunk nullásokat. Falra festett ördög. Na, mindjárt jobb. Oké, de mész adunk egy pár franciát. Jön a zsoldos seregünk maradéka. Na, hogyha innen visszanelkül Párizsba, akkor kiírtjuk. Még több osztrák jött oda, mert miért nem, meg Szávoi. Azokat már úgyis imádom. Jönnek utánam? Jönnek át! Ezek most tényleg annyit csinálnak, hogy lemozsolják hadseregemet. Plusz 30 embert kell ellátnom egy tartományba. Na, egy kicsit többet ölhetnénk. Na, most hova menekülsz? Salzburgiak, azok is, azok sincsenek benne ebbe a háborúba. Közben az üzbeiket megverték a kínaiak. Moszkva béke, megvan szállva a fél országod. Nem. Mert a fővárosunk még nincs. Na, az a 47 ezer litvánok nagyon jó lenne, hogyha megmozdulna. Főleg, hogy erőteletlenetben vannak. Erőteletlenet. Hova? Ide. Hát, oké. Most itt áll 40 ezer ember egy másik háborúból. Akik felszabadítatnák mondjuk közben Toszkánát. Vagy szétverednék a pápai erőket. Remek Éland föllázott. Éland. Hívjunk össze még egy pár zsoldost. Ennyi elég lesz a lázdáshoz, aztán beküldjük őket a háborúba. Franciák akarnak semleges békét? Akarnak. Ezt a háborút nem tudjuk megnyerni. Túl sok a szövetség és is túl hülye az emmi. Leküldjük az erőinket Róm... Ja nem, először haza kell őket küldelem svéd területekre, utána küldjük le őket Rómába. Át egy kupac országon, ami nem mernénk át. És még van a játékból 25 év. Nem tudom, hogy mit fogok csinálni, mert franciákkal most akkor nem fog harcolni egy ideig. Másnak ezekből az utamag lett? Közelít. Ezt itt áttérítjük a ezt térítjük át a svéd kultúrára. Először is ebből itt magot csinálunk, amint lement a misszionáriusunk. Akkor mire lője meg a lambjaimat? Leviszik a kimerültséget, toljuk a stabilitást. Ez a kettő mindig jó. Hát jó, azt a svájci ostromóverőt sem fogom megtámadni abban az országban, mivel personál unión van, mert még nem értem haza. Talán itt feltakarítjuk a bajor ostromokat, és utána lemegyünk Toszkánába megverni a pápaiakat. Szerintem valahol Modena környékén lesznek, hogyha még lesznek ott erők. Sziasztok svájciak, bocsi, csak áthaladunk. Nem akarom zavarni az ostromot. És sajnálatos módon nem is tudom szinkronizálni, szerintem, hogy a hadseregeim együtt vonateljenek, igen, vonuljanak. Nem, nem látok rá gombot. Ja, de azt a türingiai sereget tudnám követni. Nem, nem, a saját seregemre nem állíthatom rá. Na, verjük meg a svájciakat. Pár nappal később megverjük a hóvégét, hogy kapjunk egy kis erősítést. Mert erősítés csak hó végén jön.
Amúgy hány évesek vagyunk? 52. Hamarosan meg fogunk halni. Vagy meghal Carl Johann, ami nagyon jó lenne. Végre! Végre onektálták az asztékokat! Köszönöm! Hú, erre kell egy pillanat szünet. Oké, itt is vagyunk. Hogy fogok én élni egy világban, ahol nincsenek asztékok? Mivel fog elmenni a videó, amikor éppen nincsen így mondani valóm, amikor nem tudom az asztékokat zapulni? Ez egy új szó. Nyelvújítunk. Marokkói csapatok? Az még hogyan, hogy a törökök elmennek Bécsig, de marokkóiak? Közben itt egyesítjük a seregeinket, mert ugye nem tudom szinkronizálni, hogy együtt haladjanak, és némelyik tábornokom jobban ért a manőverezéshez, ami azt jelenti, hogy gyorsabban halad. Egyesíteni már nem akarom őket, mert idegesítő lenne utána szétválaszgatni őket. Oké, ezeket szarrá vertük. Milyen a bajor haditechnika, hogy így vertem szét őket? Olyan, mint a miénk majdnem. A marokkói viszont, ja, az egyen rosszabb, mint a miénk. Akkor nem értem, hogy vertem őket szét ilyen baromi gyorsan. Á, jönnek az omániak. Turbánok ellen. Az ott egy önálló 43.000-es védsereg? Nem. Akkor mitől 43.000-es? Én ezt nem értem. Arra meg ott ránk ült, van így 83.000 emberünk, akkor rohamozunk. Oké. Okay. És most irány Itália. Ó, szávolj ma ostromolja Rómát. Moszkva át akar haladni a területemen? Fuck you! Spanyolok, mamelukok, Nápoly, Baden. Ja, aki mellett most éppen harcolt. A moszkvaiak segítenek az oszmán törököknek. Fuck logic. Aki ott a bajorok menekülnek. Garébe nem kötünk bele. A pápából mit tudnék kihozni esetleg? Mit tud nekem ajánlani? Kereskedelmi tanom szarosan megyek vele, hűbéres nem, túl sokba kerülne. El tudnám vele eresztetni Szicíliát. De az túl sok pont kéne, meg kéne szállnom az egész területét. Visszaadhatnám vele fél Itáliát Nápolynak. De az is túl sokba kerülne, több mint Szicília. Sőt, miután 100% fölé nem mehet a War School, az így fizikai megfizetetlen lenne. Akkor beérjük azzal, hogy a pápát mondjuk megszakítatjuk az egyik szövetségét, vagy ilyesmi. És ezt itt letakarítjuk. És akkor megszüntetjük mondjuk a francia és az oszmán török szövetséget. Mert Toszkánát viszont nem akarom, hogy tovább terjeszkedjen. Felbomlasztjuk a zsoldosokat. Ez a három állandó hadseregem, ugye? Yep. Visszarendeljük őket a területekre. Ahova nem fognak menni, mert közben átmennek olyan területeken, ahol van engedélyünk átvonulni. El is fejtettem ezt a lázdást. És utána nem lépnek be egy olyanra, ahol már nincs. Ilyenkor sokszor jobb végigmanőverezni őket egy területen, ahol nem mehetsz át elméletileg, mert akkor ugye átmehetsz. Bármilyen hülyén is hangzik ez. Remélem most nem foglalják el ebbe a két hónapban, míg itt összeszervezem az erőimet és oda megyek. 5000 ember. Augusztus 21-én odaérünk, addig még van pont egy ciklus, mivel hogy elfoglalják, elfoglalták. Annyit a Toszkán-Osztrák szövetségnek. Szétverjük ezt a 3000 forradalmát. Franciaországban persze nincs forradalom. Mi van? Mi az, hogy Türingia csak így elszakad? Ja, Hesse, oké, már megijedtem. Hesse felszabadult Westfáliában. Az is egy szép nyelvtörő. Pillanatra azt hittem, hogy Türingia szakadt el. Kiküldjük a követeinket, hogy növeljék kapcsolatainkat Litvániával és Türingiával. Türingiát nem megpróbáljuk integrálni, amint csak lehet. És nem mehetek át Hamburgon. Oké, egy időre átvonulási engedményt kérünk. Gyorsan átfutunk a területükön. Gyerünk, fuss. Mindjárt benyom az erőtelet mehetet is. Aztán a
Fenébe most nem tudok felük kommunikálni még egy ideig. Nem tudom, hogy minek van több követem, hogyha nem tudom őket egymás után kiküldeni, de mindegy. Na gyerünk már, megy az idő. Fogynak a galambok. Gyerünk és visszavonjuk. Huk, aztán minimalizáltam a galambhalálok számát. Őket visszaküldjük kereskedni Lübeckbe, ahol most Hamburg dominál. Nem is a Hansa. Ezt a flottát kiküldöm a Balti tengerre. Meg beindítjuk újra az amerikai kereskedelmi flottát. Ezek meg itt csak állnak, oké. Azt hiszem senkit nem hagytam erőtelenedbe véletlenül. De ott a franciák dominálnának, hogyha nem lenne a flottám. Haditechnika hány év múlva lesz? Aktuális 9 év múlva. Akkor még tolunk egyet. Ezzel így nem mennék szarra se, nem igazán szoktam lovasságot felvenni. Tolunk egyet ezen, hogy megnehezítsük az ostromokat. Na végre a britek konektálták Orisszát. És Gangsut áttérítettük. Magvasítsuk meg, amint lesz elég adminisztratív pontunk. Térítsük át Oneidát. Azt hiszem most foglaltuk el a Huronoktól. Na, itt egy brit gyarmat. Ők is harcolnak most a spanyolokkal. Edward de la Poole és Juan José Colón. Egy kis inflációt kibírunk, stabilitás vesztés most nem. Hogy lett ezekből nemesi köztársaság? És 1797-et írunk. Szóval felveszünk egy katonai tanácsadót, hogy egy kicsit megdobja a technológiai fejlődésünket. Te jó leszel, egy kis plusz morál nem árt. Majd nem is került túl sokba, fazon. Kis preszt is vesztünk. Konkrétan egyet, szóval. Ez elég egyértelmű döntés. És Konolyból mag lett, remek. Delaware már mag egy idei, ugye? Ja. Meg mindkettő protestáns is, szuper. Na. Na jó, már a francia kolóniákon is terjed a reformáció. És Franciaország is több mint félig protestáns. Az istenik, mi az, hogy nincs hugenott a háború, vagy akármi, vallási felkelés, valami. Még aztán fanatikusokat se tudok szítani, pedig tiszta vallási fanatikusok a franciák. Jó, ott van, végig ki van rakva a vallási idea fájuk. Amiben van egy kupac ilyen, unam sanctuam és hasonlók. De nem tudok protestáns házást szítani, miért is tudnék. Akkor szítsunk rajnai patriótákat Mainz mellé. Hogy már egyszer visszaadatni nem tudtam nekik, amikor elfoglaltam. Van egy új szuahéli régensünk. Mamelukokat és a spanyolokat megszállják a törökök. Már hány száz éve próbálják elfoglalni Egyiptomot egy húzamba. De jó, hogy végre 1800-ra eljutottak arra a szintre, ahol az 1500-as évek közepén kellett volna lenniük. Pontosabban mi nem igazán, mert ezt itt azóta se foglalták vissza, Kurdisztánt. Sőt, itt se érték el az iraki partot. Ó, ott egy... Ja, azt hittem spanyol gyarmat lett Bakrenből, de nem. Fura, hogy Omán még nem ette meg. Egy kis síta sziget. Lehet, hogy pont azért, mert síták. Növelődnek a kapcsolataink, gyűjtjük a pénzt. Nem kevesebb volt, amikor megkaptuk a küldetést? Na mindegy. Franciaországban régen uralkodik. Egyre jó nekünk. Gondolom, neki is ilyen max administrative skill-je, oké. 6 éves. 6. Jean. Várjunk, 6 éves? Ez nem lehet. 14 éves. 6. lépett hatalomra a régens. Hansa szövetkezik a csehekkel. Közben az emberi erőnk jön helyre, a pénzt meggyűjtjük. Lehet, hogy megpróbálunk még egyszer lecsapni a franciákra, de ahhoz kell egy kubasz zsoldos. Előre felveszünk 2 teljes zsoldos hadsereget. Omán harcol a törökökkel? Nem, akkor jó. Pillanatra azt hittem az alapján, hogy hány török volt Ománba. Na. Britek amúgy vissza sem próbálják foglalni Wales-t és Leinstert. Kicsit lelkesebbek voltak, amikor még Anglia voltak, ami eléggé fura. Ja, igen, Kamerunba levertük a parasztokat? Ja.
Akkor használjuk ki az alkalmat, verjük szét Kongót. Tényleg, Kongó katolikus. Egy katolikus nemesi köztársaság lett Kongóból. Pont, mint a spanyolok. Oké, visszajövjük ezt a követünket, egy hónap alatt haza is ér. Ó, Portugál itt már egész szép gyarmatot egyszer Nyugat-Afrikába. Jean hatalomra lépett, ő is baromi jó király, gondolom. Ja. Én meg kapok ilyen Johann Carlokat. Na végre visszafoglaltuk Élandot, feloszthatjuk ezeket a soldosokat is. És... 4, 3, 2, 1, hazaért. Ez aztán nem is a francia volt, de mindegy. És megtámadjuk a Kongót. Imperializmus, elfoglaljuk őket. Franciaország a katolikus hit védője, a rohadt nénikéjüket. És ebben a háborúban is lenne be a szövetségeseim, akkor hagyjuk őket egyelőre. Szia, Portugália! Ó, most meg már utálnak. Nem, eléggé fura. Na, Habsburgház már csak Magyarországra és Portugáliára terjedt ki. Úgyhogy Aachent elfoglaltak a franciák és hasonlók. Felszabadítani meg nem tudtam. Cságnál vidott az öröklődés. Nem követeljük magunknak a csetrónt, az túl nagy kockázat lenne, meg túlságosan levinnék kapcsolatainkat mindenki mással. Hagyjuk, hogy meghaljon a király, reméljük meghal, és akkor lesz egy Csehországunk a befolyási hálónkba. Türingiával mekkora kapcsolatunk? Nem rossz. Litvániával nem tudom igazán kimaxolni. Ja, felbontott nem létező házasság miatt. Van egy új Wittelsbachunk Pfalzban. És ebből már nem lesz egyesült német-római császárság soha a büdös életbe. Már csak szeretnék szólni. Franciaország már benyomult Mainzig bőven át a Rajnán. Még mindig nincs semmi francia ellenes törekvés a németeknél. Semmi. Én vagyok a francia ellenes koalíció egyetlen tagja. Szó szerint semmi. Még Baden se, aki a császár. A német-római császár nem fél attól, hogy a francia király elfoglalja fél német-római császárságot, csak megtanultam beszélni. Portugália anektálta Aragóniát, ami gyakorlatilag Navarra. Na, ez szép! Tanít egy kevek, akiket felszabadítottam és szeretnék velük szövetséget kötni, de az galambokba kerülne, és ugye a galamb szent és nem pazarolhatjuk. Közben gyűlik a pénzünk. Franciaországnak milyen hadserege van jelenleg? Nagyon, mint az enyém, addig stimmel, 111 ezer, nekem van közel 100 ezer. Csak nekem ugye kín van egy hadseregem Afrikába és Kínába. Igen, egyszerre két helyen olyan, mint egy elektron. Az oszmán törökök lehajóztak Dél-Afrikába. Ezt nem vártam volna. Lehet, hogy terjeszkednünk én Indiába. Mondjuk az fölvinné a kimerültségünket szerintem, mert ugye ez is. Vagy a túlterjeszkedésünket, mert ez is fölvitte. Egy random tartomány Kínában. Meg Oneida is fölvitte, ami egy tartomány Amerikában. What the fuck? Oké, ezt mindjárt átérítjük a katolikus hitről, amire a gyuronok térítették. Ausztriában van egy Lancasterünk. Ezek hogy kerültek ide? Ezek kihaltak Spanyolországgal. Nem, Badenben tovább éltek és átjöttek Ausztriába a Lancasterek. Az Habsburgok helyére. Szép. Oneida áttért. Magosítsuk el. Marokkó kinevezte magát kalifának. Az bátorodott a törököktől egy köpésre. Mondjuk az asszamok törököknek nem ad semmi kázus bellit. A mamelukokat tudnák konnektálni, hogyha nem lenne ez a hülyeség, hogy a spanyolok vezetik a háborút. Ez, ha jól emlékszem, a Victoria 2-ben volt jobban megcsinálva, hogy ez ilyenkor adott egy kázus bellit a szövetség vezetőjének, hogy szabadítsák föl. És így simán tudta konnektálni. Egy brit ügynök Stockholmban jogot fabrikált Floresre. Oké. Nem értem, hogy miért jött ahhoz el Stockholmba, ott van Flores, ahol mondjuk fabrikálta volna nyugodtan a jogot, de mindegy.
Mindjárt meg lesz a pénzünk. Egy pillanat. Oké, itt is vagyunk. Másleg... A csirok így megint megválték Louisianát. Mert fuck logic. Amerika amúgy azóta sem próbál fellázadni, se nálam, se a franciáknál. Mi eléggé fura. Tuvangu megtámadta Arakant, nem igazán érdekel. Most szeretnék itt elkezdeni terjeszkedni, de az túlterjeszkedéshez vezetne egyszerűen. Másleg eléggé furcsa, hogy egy tartomány egy ekkora birodalmat még mindig annyira terjeszt túl, mint amikor volt egy Svédországom összesen. Na mindegy. Tényleg kultúrailag amúgy hogy nézünk ki? Oké, megvan a pénzünk. Kezdjük el átéríteni Danzmarienburgot, mert Danzig túl sokba kerülne. De amúgy eléggé dominálnak a skandináv kultúrák. Amerikában meg ugye szinte végig az. Egy kis diplomáciai pont meg pénz egy kereskedővér. Nem, meg ugye itt Ázsiában is, amiket mi kolonizáltunk, azok nincs védek. Afrikában és Madagaszkáron ugyanígy. Ami eléggé fura. De mindegy. Házasodjunk ebekkel. Pár galambot el tudunk rá költeni. Nem házasodunk ebekkel, mert nem akarnak távolság a határoktól. Az Isten, itt határosak vagyunk, te idióta! Algonquin, Quebec. Algonquin, Quebec. Határosak vagyunk egymással. Mi a fele? Ja, a szövetségesnek kell lennem, ugyanannak a vallásnak kell lennem, és hasonlók, hogy hűbéreseim lehessenek a fenébe. Akkor Quebeccel mégsem fogunk házasságot kötni, ezt vissza is vonhatjuk. Mert túl messze van nekik a szomszédos határ. Na de ebből a pénzből már szerintem föl tudunk állítani egy egész szép kis oldos hadsereget. Meddig van békénk a franciákkal? 1800-ig. Pont jövőre van vége. Na de, már akár ennyi fejt bele, úgyhogy... Ez volt én már a Matabarna. Legközelebb van jó esélye az utolsó rész lesz, mert már 1800-at írunk lassan. Felkészülünk egy háborúra a franciákán, és remélhetőleg végre megverjük őket, és szétverjük a francia birodalmat. És találkozunk akkor. Addig is a viszontlátásra.